Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Pócs megyeren. Énekeljük el az Óm Nám mantrát, ami az univerzum a maga tisztaságában, közösen, hétszer. Om Nam, Köszönöm szépen. A mantra éneklési alatt mennyire volt folyamatos a figyelmed? Hányszor ugrott ki az elméd a közelmúltba, a közeljövőbe, valakihez, aki nincs itt, valami jó, valami rossz tapasztaláshoz? Hányszor bukkant fel a memóriádból valami, ami a jelenléthez egyáltalán nem tartozik? ezt hívjuk az elméd teljesen habituális, vagy szokásszerű működésének. Ehhez szoktunk hozzá, és ez az a szétszórtság, amiben éljük az életünket. Ahhoz, hogy egy világosabb jelenlétet fejleszünk ki, ahhoz az elménket uralnunk kell. ahhoz, hogy az elmédet urald, meg kell látni, hogy hogy működik. Siheder koromban, amikor kerestem az utamat, nagyon sok filozófia, vallás, pszichológia, bármiféle gondolat megérintett, de ahogy ezt az előcsarnokban lehet látni, nem én olvastam a könyvet, hanem sokkal inkább a könyv olvasott engem. Nem voltam elég érett ahhoz, hogy átlássak a fogalmak útvesztőjén. És hogyha megnézed az európai kultúrát, amennyire gazdag és sokszínű, annyira nem ad világos, praktikus képet arról, hogy mi a test, mi a lélek, mi a tudat. Mi az a testtudatosság? Előbb-utóbb észreveszünk. Ha elvágtuk az ujjunkat, akkor nem volt a helyén. Mi az a lélektudatosság? Ez már kicsit nehezebb mi az, ami látja a gondolatunkat, mi az, ami belül érzi az érzelmeinket, mi az, ami belül hallja a szavainkat, és mondjuk meggondoltan cselekszik. Tehát mi ez a tükör, ami mutatja mindezt. Most ehhez eljutni az európai kultúra sokszínűségében, elméletiségében elég nehézkes. Miért? Mert 2000 éve, sőt, már azelőtt is, olyasféle Cselekvés módot, hagyományvonalat, örökölhető gyakorlatot már nem találunk, amely a mai napig töretlenül elért. Amely tapasztalja az emberben azt, ami kimondja azt, hogy én, vagy éppen csendben marad és nem szól semmit. Európa ragaszkodik ahhoz a gondolkodásmódhoz, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Tehát rendkívül ilyen azonosulunk a kognitív gondolkodással, ezt szoktam hívni logosz betegségnek. És hogyha ragaszkodunk a gondolkodáshoz, az érzelmek hullámzásához, akkor olyanok vagyunk, mint az a lovas, aki nem tud leszállni egy megbokrosodott lóról. És a ló húzza, viszi, csapja, de mindig kapaszkodik valamilyen szerszámba a lovas, és ezért meg is halhat. Ahol egy ló elmegy, átugrik, Megúszza, ott egy ember simán meghal. Ilyen az elme. Tehát az elménknek a tartalma, a hullámzása, a jóra és a rosszra való állandó emlékezése, a múltra, jelenre, jövőre való szétszakadtsága, ez az, ami a szenvedésünk forrása, holott mi azt gondoljuk, hogy ez a világból ered. Úgy tartjuk, hogy a másik embertől ered. Azt gondoljuk, hogy azért vagyunk ilyenek, mert a szüleink ilyenné neveltek minket. És ahhoz, hogy végre uraljuk a karmánkat, és tényleg önmagunk, a személyünk tapasztalata teljessé váljon, ahhoz mindezeket a paradigmákat félre kell tenni. Félre kell tenni azt a megszokottságot, hogy nem vagyunk felelősök nagyrészt azért, ahogy élünk. Hogy nem vagyunk felelősek a tudatállapotunkért, hogy nagyon kevéssé a fizikai állapotunkért. Nagyon gondosan megválasztjuk a boltban, hogy mit veszünk, hogy mit együnk, hogy mit ígyunk. De milyen gondolatokat eszel, milyen érzelmeket iszol, milyen szóbeliséggel azonosulsz, milyen tettekkel formálod magad? Ez a fajta azonosulás sokkal nehezebben jön ki. Keleten a hagyomány sokszínűsége nem gátolta meg, hogy egy egyértelmű, világos képet alkossunk testről, lélekről és tudatról. Kezdve azzal, hogy a jelenségekről nagyon másképp gondolkodik a kelet, mint a nyugat, végezvén azzal, hogy a kelet tapasztalati alapon hisz, a nyugat pedig gondolati, idea és menny és pokol alapon hisz. A kelet eljut a nem kettősségig, az üresség, illetve a teljes üresség tapasztalatáig. A nyugat több ezer éve Istenre, sátánra, mennyországra és pokolra van szakítva. A tételes vallás antitéziseként 4-500 évvel ezelőtt megjelent a tudomány, amely egy olyasféle vallás, ahol materiális istenségek vannak. Az okozatiság az racionalitáson keresztül érvényesül, és az istenérvek helyett a tudomány alapelvei vannak. De a szemlélet, hogy az ember és a világ nagyon ketté van választva, az ugyanaz. Einstein mondta, amikor a kvantumfizikáról kérdezték, az Úristen nem kockázik. Az Úristen nem kockázik, de mi igen. Az ember az egy kockázatvállaló típus. Hatalmas kockázat megszületni, felnőni, megöregedni és meghalni. Ez egy óriási kockázat, ezt mind el lehet rontani, és mind jól lehet csinálni. A karma, amit visszünk magunkkal, az nem eleve elrendeltetett sors, hanem felhalmozott valószínűségek tömkelege. A tulajdonságaink mindegyike ilyen. A személy képe keleten annyiban különbözik a nyugatitól, hogy a nyugati az egoitást a személyiséggel azonosítja. Keleten nem. Keleten a személyiség minden eleme változtatható, teremthető, megtartható, vagy éppen kitisztítható. Az avatárod, a személyiséged az a teremtett a benned lévő látó, hogyha kellő ideig gyakorolsz, eljuttathat téged a teremtőig, amely ebben a pillanatban érhető csak tetten. Csak ebben a pillanatban láthatod magadat. A múlt az már egy abstrakció, ami elmúlt. A jövő az egy olyan abstrakció, ami még nem jött el. A jelenről alkotott vágyak, vagy taszító képek, azok olyan abstrakciók, amelyek nem igazak. Ezek illúziók, amiket szeretnénk, vagy nem szeretnénk, de nem igazak. Tehát ennek a pillanatnak a tudatossága az, az egyetlen eszköz, amivel a saját magunk szabadságát és felelősségét egyaránt tapasztalhatjuk, tehát a teremtőségünket, a teremtettségünk mellett. Az embernek az egyik legnehezebben elfogadható élettapasztalata az, hogy egyszerre vagyunk teremtők és teremtettek. Egyszerre van testünk és lelkünk, egy tűztípusú égő valami, ez a lélek, ami az érzékelés tapasztalatában ég, és van egy test, nagyjából víz, kétharmados többséggel, és egy kis rost, egy kis föld, meg fa, meg fém benne. Az oxigén az egyetlen tűz a testben. A lélek az meg csak látni akar, tehát szem kell neki, hallani akar, tehát fül kell neki, ízlelni akar, tehát nyelv, száj és egyéb ilyen belső hámszövetek kellenek neki. És ez a tűz és víz együtt nem tartható fönt sokáig, ezért élünk ilyen rövid ideig. A lélekben van egy olyan szikra, amelyik tud valamit, ami nem evilági, ezért vágyakozunk fölfelé, ezért keressük Jákob lajtorjáját, ezért alkotunk számtalan istenképet, és a képviselők el is kezdenek vitatkozni egymással, hogy melyik istenkép a helyes. Nézzük meg a három nagy monoteista vallás viselkedését, illetve a bennük lévő divíziók viselkedését. Ha nem volt békés, most sem az. Nézzük meg. És ez a belső szikra, amelyik az örök létre vágyik, amely a megszabadulásra, megigazulásra, megvilágosodásra vágyik, ez nem tudja elfogadni azt, hogy pusztán teremtettek vagyunk, hogy pusztán egy mulandó test vagyunk benne egy furcsán égő lélekkel. És paradox módon az út tudomásul azzal kezdődik, hogy a teremtettségünket látjuk be, a mulandóságunkat, a feltételhez kötöttségünket, és a kedvencem a tökéletlenség, vagy tulajdonságok nélküliségünket. Ez riasztó, ezt tudom. Nagyon sokan nem ezt vártátok, amikor ide jöttetek, hogy majd beszélgetünk a szépről, a jóról, a bölcsességről, az együttérzésről, a szeretetről, ugye, az arról mindig. A szeretetről. Hát miért nem? Azért, Hölgyeim és Uraim, mert ezek mind termékek. Ezek mind teremtett minőségek. És minket az érdekel, hogy ez honnan jön. Hogy a legrosszabb pillanatainkban hogyan tudunk együttérzést teremteni. A leghományosabb állapotainkban hogyan tudunk bölcsességet teremteni. A legelszigeteltebb pillanatainkban hogyan tudunk egyévválni a világgal és a legegoistább pillanatainkban mégis hogyan tudjuk megtalálni a másik embert. Először vegyük tudomásul, hogy valójában ez az élet a Földön hogy megy. Ez úgy megy, hogy megszületünk, felnövünk, megöregszünk és meghalunk. Ez a teremtett rész. És hogyha ezt meg szeretnénk haladni, meg kéne látni, hogy mi az, ami bennünk felvette ezt a testet. Mi az, ami megszületett, és látja ezt a születést, és elgondolkodik rá, hogy milyen ez nekem? Milyen élni? Milyen ebben a testben élni? Milyen ebben a családban élni? Milyen ebben a társadalomban élni? Milyen tapasztalásra vágyom, és helyett milyen tapasztalásban van részem? Milyenek a távoli kapcsolataim, és milyenek a közeliek? Intimitás címén mit csinálok a másik emberrel? Ugyanezen a címen mit hagyom, hogy a másik ember megtegyen velem? Miért születtem egyáltalán a szüleimhez, és miért nem a szomszédba? Miért anyával és apával van nekem közös karmám, és nem pedig mondjuk egy országgal arrébb más nyelvet beszélő emberekkel? Miért van ez? Ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz a lélek működését is meg kell látnunk, és a karma teremtettségét is. Ezért, hogyha nem vonulunk vissza a gondolkodás elé, és nem tapasztaljuk a nem kettősség állapotát, a nem keletkezés állapotát, akkor nem tudjuk ezt a tiszta, tükörszerű tudatot tapasztalni, ami mindegyikünkben benne van. Tehát mindegyikünkben megvan a lehetőség a felébredésre, arra, hogy lássunk, teremtsünk és tapasztaljunk, hogy megismerjünk, meghaladjunk és megváltozzunk, de amíg azonosulunk a téves nézeteinkkel, addig hamis énképünk van. A hamis énkép jelenlétét abból veszed észre, hogy haraggal vagy kabzsisággal viszonyulsz a világhoz. Akkor, hogyha az önkép feloldódik, és egyé válsz az önvalóval, megszűnnek a téves nézetek, a hamis önképek, és így nem haragot és kapzsiságot táplálsz a világ felé, mert nem ezen az úton akarsz önérvényesülést elérni. Tehát hamis önképet nem lehet érvényesíteni, küzdeni lehet érte pár évig, évtizedig, évszázadig, és soha nem fog bejönni. Mindig frusztráció, kudarc, pusztulás és pusztítás lesz a vége. Fordítva, hogyha frusztrációt, kudarcot, pusztulást és pusztítást tapasztalsz magadban vagy magad körül, az egész biztos, hogy hamis önképre épül, tehát hamis világképre épül. És ezért kompenzáljuk ezt a fajta kizökkentséget, vagy az igazságról való leválasztódást haraggal és kapzsisággal. A buddha tanításának a fő üzenete az, hogy nem szükséges szenvednünk és szenvedtetnünk. Ez nincs előre megírva. Hogyha mégis ezt csináljuk, akkor tehetetlenségből tesszük ezt. Nem látásból tesszük ezt. Hamis ismeretek, téves nézetek birtokában tesszük ezt. Hiszen az ember így alapállapotában egy elég megjósolható lény. Tehát én földön kívüliként nagyon sokat nevetnék rajtunk, de egy kicsit sírnék is. Tehát az ember láthatóan és deklaráltan egy szeretett, kedvelő és boldogságkereső lény, aki jó, magát jónak tartja, és senki nem tartja magát rossz embernek, arrébb mész megkérdezel bárkit, ők nem mondják, hogy ők rossz emberek, és szenvedéskerülő lények vagyunk, akik nem akarnak rosszat másoknak. Akkor miért nézünk így ki? Akkor miért élünk így? Miért viszonyulunk így egymáshoz? Miért viszonyulunk így magunkhoz? Tehát itt valami óriási hiba van, és ezt a hibát illúzióknak hívjuk. Téves nézeteknek hívjuk. A működés nem ismerésének hívjuk. A működés törvénye szanszkitul a dharma. A dharma jelenséget is jelent, kis dével. Például ez a bot, ez egy dharma, ez egy jelenség. Ennek a botnak, van egy kondicionált léte. Ez fából készült, meg lett munkálva, és szobahőmérsékleten ő így viselkedik. Hogyha 400 fok fölé hevítenénk, elkezdene izzani, 700 fok fölött lángol. Megváltozik a külső feltétel, el tud tűnni a bot. Hogyha lehűtöm nagyon hidegre, mondjuk mínusz 100-150 fokra, és hirtelen ütök vele egyet, eltörik. Megmerevedett, elveszítette a hajlékonyságát. Mi is ugyanilyenek vagyunk. A szeretet és az érzékszervi tapasztalás keskeny sávjában érezzük jól magunkat. Ezt hívom humán homeosztázisnak. És az emberiség azért érdekes, mert ezt a homeosztázist, azt a környezetet, ahol mi jól érezzük magunkat, rendszeresen tönkretesszük. Tönkretesszük, mint környezet, tönkretesszük, mint lélek. Tehát nem vagyunk tisztában a keletkezés, maradás és megszűnés törvényével, a nagy dével írott darmával. Ez a törvény az íratlan. Egy részét le lehet írni, de az íratlanságához azért kell visszatérnünk, mert csak tapasztalva tudom meg, hogy én ki vagyok, csak tapasztalva látom, hogy a világ hogy működik. Ehhez írásokat föl lehet használni egy ideig, de aztán le kell tenni a térképet, és el kell indulni a tájba. Le kell tenni a szakácskönyvet, és el kell kezdeni főzni. Leteszem a szútrákat, és elkezdek gyakorolni. És ezért hozom föl sokat szorra a Zen négy alapelvét, amelyet nem lehet elégszer említeni, mert a Zen, mint a gyána, csanna, csan, szon, zen szó, az azt jelenti, hogy elmélyülés, egyévállás, letisztulás, és ebből jön a szamádi, a felébredés. Az N4 alapelvéből, tehát a legelső az, hogy nem támaszkodás az írásokra. Nyugodtan olvas szutrát, bibliát, koránt, talmudot, tórát, te nyugodtan olvassál bármit, de amikor meditálsz, ne azon gondolkodj, hogy te mit olvastál. Tehát a szövegnek, mint használati utasításnak az az egyetlen egy feladat, hogy elhozzon téged a közvetlen tapasztalás széléig. A buddha úgy fogalmazott a saját tanításáról, ez csak tutaj, ami átvisz a folyó egyik partjáról a másikra. És utána, amikor tovább mész a túlsó parton a célod felé, akkor a tutajt nem viszed magaddal. A nem támaszkodás az írásokra nem azt jelenti, hogy tagadjuk az írások létét, nem ismerjük el az abban foglalt igazságot, vagy pedig megvetjük azokat, akik írták. Ez mind előfordult a kultúrákban, ezek hibák. A meghaladás az nem megítélés vagy megsemmisítés. Ezt le kell szögezni. A meghaladásra azért van szükség, hogy a halász végre észrevegye több évtized halászat után, hogy a tengerből a hálójával csak halat tud kifogni de a tengert nem tudja kifogni. A gondolkodás, az intellektus mindig csak részigasságokat fog közölni. Az összes logika, elemzés, analízis, amennyire erős, amennyire következetes tud lenni, hogyha ezt tisztán csináljuk, pontosan annyira részigasságot tud közölni. Tegyünk egy próbát. Térjünk vissza ehhez a bothoz ez a bot szerintetek rövid vagy hosszú? Egyikőtök azt mondhatja, hogy rövid, mert ő látott már hosszabb zembotot. Másik azt mondhatja, hogy hát ez nagyon hosszú, kicsit félek is tőle, mert hogyha közel megyek, akkor elér vele. Legyen rövidebb. Ez a bot ez nem mondja, hogy hosszú vagy rövid, ez a bot éppen ilyen. Ez a bot ekkora a zen a dualitások meghaladásaként, a tiszta tükörben való látásként bevezeti az ilyenség fogalmát. Tehát az ég az nem magasan van, vagy alacsonyan van, az ég kék. A veledül szembenülő ember nem jó vagy rossz, hanem pontosan ilyen gondolatokkal, érzelmekkel, szavakkal és tettekkel rendelkezik. És amikor kölcsönhatsz vele, akkor ez a kölcsönhatás közvetlen tapasztalással jár, hogy ő milyen, és te milyen vagytok. Hogy szenvedést hoztok létre, vagy boldogságot hoztok létre. Ez a kapcsolati karma. És mivel ezt közvetlen tapasztalással lehet csak kideríteni, ezért a halász, aki a tengerre kíváncsi végre, és nem a halakra, az leteszi a hálót, és megfürdik a tengerben. És tudnatok kell, hogy tradicionális halászfalvakban és közösségekben ettől a halászok irtóznak. Gyerekként megfürödnek benne, és amikor már nagyok lesznek és elkezdenek halászni és önálló hajójuk, akkor nem fürdenek a tengerben, akkor már csak halásznak. Tehát az ember a realitásban nem szokott megmerítkezni, ha már egyszer a gondolkodásában elkezdett annyira bízni, hogy én okos vagyok, én tudom, én mindent tudok. És hogyha én mindent tudok, akkor semmi más nem megy belém. Nincs tér a tudatban. Minden ismeret ott van szépen egymás mellé rakva. Ez a világképem, ez az önképem, és nekem ez a teljes. Tehát amikor nem támaszkodom az írásokra, akkor közvetlenül a tudatra irányulok. Ez a második alapelv. Tehát igen, a tenger tengernek látom, és ha tapasztalni akarom, akkor megfürdöm benne. Tehát megkérdezem magamtól, hogy mi ez. Mi ez, ami belül kimondja, hogy én. Az eredeti kérdés körülbelül 1400 évvel ezelőtt hangzott el Hui Neng, a hatodik pátriárka szájából, egy kulcs pillanatban azt kérdezte a vele szemben álló szerzetestől, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Tehát amikor a nem dualitás állapotában vagyis az elméd nem hullámzik, hanem olyan, mint egy tiszta tükrű tó, akkor mi az eredeti arcod? Aztán ebből az lett, hogy mi az eredeti arcod, utána pedig csak annyi, hogy mi ez. Kóriaiul ez a hua du, a jelenségek gyökere, vagy feje szó szerint. A hua a jelenség, a du pedig a fej. Ugyanis a tudatban tükröződik minden, ez a gyökere mindennek. Ezt a tudatot csak ebben a pillanatban tudott tapasztalni, anélkül, hogy szétesnél bármilyen dualitásra, vagy a múlt jelen és jövő hármasságára. Ezért, akik a múltban elvesznek, és állandóan hány torgatják, vagy a jövő miatt állandóan aggódnak, vagy vágynak egy alternatív jelen felé, soha nem fognak felébredni. Mindig valamilyen fikcióban fognak elmerülni. Most nézd meg, hányszor csináljuk ezt. Hányszor akarjuk rosszul megoldani a feladatot. És honnan veszed észre? Hogy a probléma metasztázis után újra előfordul. Vesz egy más formát, vesz egy más helyzetet, és a mészszerkezet ugyanaz. A problémát nem oldottad meg, megteremtetted újra, rávetítetted egy másik személyre, tapasztaltad egy hónappal, egy évvel, tíz évvel később. Miért? Mert az azonosulás mélyen nem változott. És ezért irányulunk a tudatra, ezért kérdezzük meg, hogy mi ez, mi az, ami mindezt látja és teremti, hogy végre vedd birtokba a karmádat, és a szabadságod mellé a felelősségedet is ismerd el, és hogyha csak felelősnek látod magadat, akkor a szabadságodat is tapasztald meg. Ez azért fontos, hogy egyikünk sem merüljön bele az áldozat vagy elkövető szerepbe. A jelenségek mindegyik egy körpályán mozog, és az áldozat nem hiszi el, hogy az önigazolás, az erkölcsi fölény, és a néha megjelenő revans tudatában ő elkövetővé fog válni. Az elkövető pedig nem hiszi el, hogy az előbb-utóbb bekövetkező belátás, bűntudat és visszafizetés kényszere áldozattá fogja változtatni őt. És ez rövidebb vagy hosszabb sugarú körben forog körbe, körbe, életről, életre, korszakról, korszakra. És az igazi kérdés, hogy mikor mondjuk azt, hogy elég volt. És ekkor én a zen harmadik alapelve, hogy a felébredés egyenlő igazi önvalót tapasztalatával. Amikor minden gondolkodást elvágsz, és visszatérsz a nem kettősség tudatába, akkor egyé válsz a lényeggel. A lényeg tapasztalata olyan, mint amikor a vízcsepp feloldódik az óceánban. És ekkor megszűnnek azok a dualitások, amelyekről eddig azt gondoltad, hogy rajtad kívül más által léteznek, és ettől a pillanattól fogva rálátsz arra a teremtő mozdulatodra, amivel ezt az életet teremtjük egymásnak. Innentől kezdve leszünk tudatosabbak. Tehát a felébredés azért egyenlő igazi önvalónk tapasztalatával, mert ezt le kell tisztázni, és a tapasztalat ezt mutatja ahogy nyugaton több könyvtárat megtöltött teológia sorolja az Isten érveket, az Isten képeket, az ő hozzávaló eljutás különböző módozatait, úgy keleten 84 ezer féleképpen fejezik ki, hogy mi a megvilágosodás, milyen attribútumai vannak, mit látsz közben, mit hallasz közben, kivé válsz közben. És a zene ezt visszaegyszerűsíti az alapokig, és itt egyetlen egy talppont van, hogy ebben a pillanatban tapasztalod gondolkodástól és dualitástól mentes, éntelen, igazi önmagad. Ez az, ami látja és teremti a szemét. Ez nem ember, nem személy, és nem embertelen, és nem személytelen. Nem tudom megmondani, hogy micsoda. De tapasztalhatjuk mindannyian. És a tapasztalást pedig, Tudattól tudatig lehet csak átadni szavak nélkül, tárgyak nélkül, mert ez a meghaladó bölcsesség, mint tapasztalás semmi más, mint eredeti buddha természetünk, emberi természetünk felismerése. Tehát semmi olyan formában nem önthető, és itt megszűnt az erekjeipar, meg a csodaipar, meg a titokipar, ez itt megszűnt. Nem tudod úgy megkapni, hogy valaki által neked ez érvényessé tapasztalattá válik. A tanítód segít az úton, de főleg az akadályok elmozdításában, az akadályok felismertetésében, de helyetted nem érheti el ezt senki. Helyetted nem tapasztalhatja senki. Ezért a hagyomány, a keleti hagyomány cselekvés alapú. Tenni kell. Hogyha nem teszed, nem tapasztalod. A gondolkodás itt nem segít, annyit segít, mint a használati utasítás a készülékhez. hogy ha most abban segíthetek, hogy ez a használati utasítás letisztázódjon, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. A manapság leginkább elfogadott, egy elterjedt gondolat a pszichológiában az a trauma, a traumatizálás, ami mostában rengeteg könyvelik meg, például Máté Gábortól, meg sok mindenki mástól, vagy dr. Buda Lászlótól is, ki kezd foglalkoznak, hogy a trauma mindig a gyerekkorhoz kötődik. A kicsi gyerekkorunkhoz. Talán, talán, lehet, hogy nincs is más gyökér a, a szenvedéseinknek, mint a gyerekkorból hozott traumák. Mert hogy ez mindig úgy derül ki, hogy vagyunk egy helyzetben, és akkor megnyomódik egy bizonyos gomb rajtunk váratlanul, ami egyszer csak hirtelen valahogy át, átkapcsolunk egy ilyen pokol, pokol, változatra, vagy a lelkünk elkezd szenvedni hirtelen, mert hogy visszakapcsolunk a gyerekkorunkban élt trómáinkhoz. És a kérdésem az, hogy mit kezd ezzel a zen? Tehát, nem a, tudom, a zen a erre rákérdez, hogy mi ez, honnan jön. Tehát említettem a bevezetőben, hogy van az a kérdés, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod, ez leegyszerűsödik azzal a kérdés, hogy mi ez. Ez egy alanyi mi ez. Rákérdez a tükörre, az érzékelőre. És amikor ez az érzékelő, ez a tükör elég stabil, nem mozdul, már nem törik be a látottak nyomán, akkor én a tárgyas mi ez. Megjelenik a trauma, és rákérdez az ember, hogy mi ez, honnan jön. Azért kell előtte az alapgyakorlat, hogy ne azonosuljak a traumával, hanem meglássam a működését, honnan jött, meddig maradt fönt, és hová ment, mivé változott át. Trauma, szenvedés, tragédia. Ezek mind egy-egyenesen vannak. A trauma olyasféle tapasztalás, amely szenvedést okozott, és hogyha ez a szenvedés áldozattal jár, vagy felesleges vesztességgel jár, akkor azt szoktuk tragédiának hívni. Elkerülhető lett volna a szenvedés, de nem kerültük el, mert nem tudtuk megváltoztatni az utunkat, a működésünket. A mi ez kérdés tehát mutatja a tudat tárgyát, ha kell, akkor a traumát, a maga természetében. A legnehezebb dolog ezt énteleníteni, hiszen én éltem át. Azzal én telenítem, hogy a nagyon pozitív és nagyon negatív címkéket leszedem róla, és a maga ilyenségében, vagy tatvájában látom, ahogy ez tényleg működik. Ha nem látom a maga működésében, akkor nem látom azt a törvényt, ami szerint ez számomra létrejött. Tehát a nyugati pszichológia amennyire tud diagnosztizálni, pont annyira korlátozott akkor, amikor az előző életbeli karmát nem veszi alapul. A tudattalanról alkotott kép annyira limitált, hogyha valaki nem megy bele akár alternatív, métudati vagy hipnotikus állapotokba, vagy pedig meditációban nem tapasztalta, nem hiszi el, hogy az összes előző életének az identitása rétegesen, mint a flódni, le van rakva a tudattalanban, és ez teremti azt az archetipikus valóságot, amely a léleknek az összes drivere, vagy a megjelenő nyomógombja. Ez az, ami visz minket abba a környezetbe, ahol a szülőpárt megtaláljuk. A bevezetőben mondtam, miért nem a szomszédba születtünk, miért pont a szüleinkhez születtünk. Azért, mert a mi karmánk csatlakozott. Tehát én csak a szüleimhez születhettem, az összes korábbi karmám nyomaként, és ők se fogadhattak mást, mint engem. És ha ezt nem vesszük alapul, akkor mindig a szüleinket fogjuk okolni. És e, helytelen vagy részleges képet fogunk alkotni magunkról, a magunk működéséről. Az, hogy ez a karma micsoda, azt ezzel a kérdéssel és a pillanat tisztaságával tudjuk látni. Ezt kívülről nem tudja megmondani nekünk senki. Az analízis, még ha jó is, Tényleg csak a hálóhoz hasonlít, ami ott van a kikötőben a hajón, versus ott a tenger a több milliárd köbméter vízzel, amit meg kéne látnom, meg kéne ismernem. A meditáció nélkül tehát nem érhető el a traumától való megszabadulás, és ez nem azt jelenti, hogy meg nem történté teszem, hanem leszedem róla azt az illúziót, amit a túlélési ösztöneim és az elhárító mechanizmusaim ráraktak. A traumát a lélek általában úgy kezeli, hogy elszigeteli. De ez nehogy még egyszer megtörténjen. De ezt ki akarom zárni. Ezáltal elszigetelem, lerakom a tudat küszöb alá, és igyekszem elfelejteni. Ezáltal egy titkot képzek, amely megmérgezi a pszichét. Ott rohad lent. Ha tudatosítom, akkor kivehetem ebből az elszigeteltségből, leszedhetem róla a duális címkéket, megszűnök sajnálni magamat, megszűnök a környezetemet okolni, és valóban meglátom, hogy mi voltam előtte, mivé váltam általa, és most ki vagyok. És ezáltal a traumát vissza tudom integrálni a személyiségembe, és a személyiségfejlődésem részévé tudom tenni. Tehát nem jóban és oszban gondolkodom, hanem útban és célban gondolkodom, és tanulok belőle, nem pedig igyekszem meg nem történtét tenni vagy elszigetelni. Világos, hogy terápiás módszerekben én nem vagyok járatos, és nagyon sokféle lehetőség van, de amíg externalizálom, tehát egy külső terapeuta van, addig az én belső gyógyító képességem, a lélek öntisztító vagy öngyógyító képessége nem aktiválódott. Tehát egy rendes terapnak az lenne a dolga, ha ismeri ő egyáltalán ezt, hogy vezessen el a külsőtől a belsőig. Vezessen el a teremtettől a teremtőig. Az externalizált gyógyítótól, terapeutától, vezessen el a lelkemnek az öntisztító képességéig. Na, ehhez kell egy olyasféle gyakorlat, ami nagyon kevés helyen van meg, nagyon kevés terapeuta alkalmazza, de hogyha ezt nem aktiváljuk, akkor végig függőek leszünk először a környezetünktől, aztán a traumánktól, aztán meg a gyógyítótól, és a függés nem változik. Ezért kell nagyon-nagyon megválasztani, hogy milyen utat járunk, hogy abban tényleg tudjunk hinni. És hogyha a transzcendens tapasztalat megfelelően megvan, akkor az érzékszervi sík, legyen az belső vagy külső, nem fog uralni minket, mert van egy olyan sík, van egy olyan transzcendens tapasztalás, amelynek a tükrében látom, hogy hogyan teremtettem mindezt. Hogyan járultam hozzá? És hogyha kiveszem a saját részemet, és nem teremtem újra, azzal tudom valójában megszüntetni a traumát. Másképp nem? Ha a saját énségemet, a saját teremtésemet ebből a traumából nem veszem ki, újra fogom teremteni, és ugyanúgy a környezetemre fogom vetíteni, hogy miattad vagyok depressziós, miattad vagyok szenvedélybeteg, miattad vagyok bordellányos, miattad vagyok függő. Értjük? Ezért mondtam korábban, ha nem vesszük kézbe a karmánkat, és nem vállaljuk a tudatos szembenézést, akkor mindig ez van. És addig van ez, amíg ki nem mondott, hogy elég volt. Itt az első kérdés a traumánál mindig az, hogy miért, és a legrosszabb kérdés az, hogy miért én. Ezen már túl vagyunk. Nem miért ezni kell, és nem énezni kell, hanem hogyan. Tehát hogyan történt ez, hogyan járultam ehhez hozzá, hogyan látom helyesen, hogyan nem ismétlem meg, hogyan integrálom vissza a személyiségbe. Ha ez megtörténik, ha a visszaintegrálás megtörténik, tehát elismerem, rálátok a teremtettségre, ezzel a teremtőségre, két dolog jelenik meg automatikusan. Az egyik a megbánás, a másik a hála. Ezt nagyon nehéz most elhinni tudom. Tehát hálás tudsz lenni annak, hogy ez megtörtént. Mert végre használni tudod, és nem az használ téged. És bocsánatot kell kérni, és meg kell bánni azt, amivel te ezáltal szenvedést okoztál másoknak. De a traumatizált ember okozza a legnagyobb szenvedést. Fordítva, hogyha valakiről azt látod, hogy elképesztően szenvedteti a környezetét, az egy mélységesen traumatizált ember, akinek sérült a lelke. Én szeretnék egy olyat kérdezni, hogy két évvel ezelőtt a férjemnek volt egy autóbalesete, nagy részt agysérülése. Igénybe vettünk szellemgyógyászokat, és ö, szépen javult az állapota egész tavaly ö, karácsonyig. És onnan jött megint egy ö, zuhanás, de olyan szinten, hogy nem eszik, én úgy látom, hogy mintha meditálna, mert csak ül a fotába és csukott szemmel, és nem lehet hozzá se szólni. Nagyon rossz állapotban van most már, ez négy hónap alatt, és egyszerűen nem tudom, hogy ennek mi, mi lehet a megoldása. El kell vinni megfelelő szakemberhez. Megfelelő orvoshoz, aki tényleg rálát a fizikai részre, és így az energetikai részre. Azt tud kérlek, hogy mihelyt a baleset lejött testi szintre, fizikai szintű gyógyászat kell ezt traumatológiának. Ha energetikai szinten van, tehát valaki csak rosszul érzi magát, anyagcsere, rosszul alszik, stb., akkor az energetika szintjén kell ezzel szembenézni. Ha valakinek még csak tudati szinten van meg, kavaroga az agya, kavarognak az érzelmei, de még testre nem vitte le, még az energiája nem változott meg, akkor szellemi szintű gyógyászat kell. De szellemgyógyászattal egy agysérülést nem fogsz javítani, mert az már a testben van. Energiagyógyászattal egy lábtörést nem fogsz javítani, azt megfelelően be kell gipszelni. Tehát minden betegségnek vagy traumának a megfelelő szintű gyógyászat kell. Tehát meg kell nézni, hogy valójában mi a probléma, és azt ott orvosolni, ahol a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy ő egészséges legyen, ha ez lehetséges. És hogy az egészséges test, az visszaadja a gondolkodás képességét, és akkor lehet majd szellemiséggel vagy energetikával foglalkozni. Jó? Megfelelő szakember kell. Igen, csak sajnos ilyet sehol nem találtam. Senki nem foglalkozik vele. Mindenki leírta őt, hogy úgyse lesz belőle ember. Mészségesen együtt érzek és remélem, hogy sikerül megtalálni a megfelelő embert erre. Ha valaki eljut odáig, hogy a saját lelkét szeretné megtisztítani, és ez sikerül is, az hogyan hat a körülötte lévő választott családjára, vagy van-e hatás? Látatlanban mondom, hogy jótékonyan, hiszen nem látom a választott családodat, de ha te jobb karmával rendelkezel, lássuk a karma és a lélek közti összefüggést. Keleten azt mondják, hogy karma csomag, nyugaton azt mondják, hogy lélek, nyugaton azt hiszik, hogy a lélek szilárd, és van benne változtathatatlan. Keleten a lélek működését látják, és azt mondják, hát ez a karmádnak az összessége. Tehát ha te tisztítod a lelkedet, azt tudatossággal teszed, és ez a karmádnak a tisztítása. Tehát úgy beszélsz, úgy gondolkodsz, úgy érzel, úgy cselekszel, hogy ne okozz szenvedést másoknak. Ez egyébként a középút. Azért a középút, mert az előbb említettem az elkövetővé vagy áldozattá válást, és hogyha te nem válsz egyik sem, ha belül te elhatározod, hogy sem elkövető, sem áldozat nem leszel, automatikusan a középúton jársz. És egy családban legyen az vérszerinti vagy választott, a legnagyobb probléma, hogyha szélsőséges véleményeket hiszünk el, ezt onnan látod, hogy ítéletet alkotunk a másik fölött. De az ítélet alkotó magatartás mindig egy belső szélsőséges véleményalkotásból származik, amelynek mi abszolút hitelt akarunk adni, és így elhitetni a másikkal is, hogy ez így van, és csak így lehet, csak az én verzióm jó. Nem a valóságot látjuk, hanem egymás ideáival vitatkozunk. Tehát ez az első nagy réteg. Ha ez megvan, akkor tényleg minden más ennél könnyebb. A valós problémával sokkal könnyebb szembenézni, mint egymás illúzióival. A szomádi érdekelne egy kicsit közelebbről, hogy ez csak meditációban jelenik meg, vagy ebben élni lehet. Tudsz biciklizni? Tudok. Hogy tanultál meg? Emlékszel? Igen, nagyjából. Hogy volt? Mondj egy pár szót róla. Egy <laughs> hát gyerekkoromban mentem apukámnak a bicikliével. <laughs> és akkor. És ő mit csinált? Futott utánam. Aha, és, és segített, hogy ne essél el, igen, ugye? Igen, 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 igen. És ho honnan tudtad, hogy már nem kell segítenie? Ez, hát, hogy nem estem el. Aha, tehát egyszer csak ment. Igen. És rájöttél, hogy tudok biciklizni. Jó. A formális meditáció, amikor megmondjuk, hogy hogyan üljé, hogyan tartsd a kezedet, hogyan lélegez, mit csinálja a tudatoddal, ez az, amikor apa még fogja, nálam még egy partvisnyelet tett be a nyereg mögé, örökhajtós kis fehér bicikli volt, már remet én sose felejtem el, és ugyanúgy futott mellette, és fogta a én pedig az örökhajtót a lábammal pár évesen ott próbálkoztam. És a formális meditáció ahhoz kell, hogy ne essél el. Azért kell az instrukciókat betartani, hogy ne csinálj hülyeséget hogy ne a sufni tuningnak a kavarmányában, torz meg egyéb hibagyűjteményében legyél, hanem egy világos és egyszerű praxist folytas, még akkor is, ha ez az elején nehéznek tűnik, mert olyan tényleg, mint hogy mindig, mindig esnél jobbra vagy balra. És az a jó, amikor nem kell segédkerekeket fen, fenntartani ahhoz, hogy te biciklizni tanulj, mert megszokott, hogy segédkerekek vannak. Ez az úgynevezett vezetett meditáció. Tehát amikor megmondják, hogy te mit érezzél, mit halljál, hova képzeld magad, ez mind vezetett meditáció, ez az, amikor a gyereknek nem azt tanítják meg, hogy hogyan biciklizzen, hanem elveszik az egyensúlyvesztés lehetőségét. Ez nagyon más. Nem tanulsz meg biciklizni. Csak segédkerekeid vannak. És hogyha a formális meditációt megtanultad, akkor azt a tiszta tudatot, ami az egyévállás által mindig tisztán lát, tisztán hall, tisztán érez, tisztán gondolkodik, tisztán cselekszik, a formából ki tudod vinni, és élheted a mindennap életedet. Egyszer rájöttem, hogyha jól taposom ezt a kis örökhajtóst, és csak előre nézek, akkor megyek előre, esés nélkül. De ezt csak akkor tudtam, amikor visszagondoltam a tapasztalásra, mert, mint mindenki, egyszer csak rájössz, hogy tudsz biciklizni. És ahogy hajtod, apa nincs ott. Elengedte a partvizsgálatot, nem, nem tudod olyan gyorsan futni, szegényke. És megfékezni is megtanít, ezért meg tudsz állni. Tehát ez a pillanat, ez nekem megvan. Megvan, ahogy apám tanít, ott van a forma, ez egyszer csak rájön, hogy tudok, és így diadalmas, így visszanéz egy, apa, tudok biciklizni. Tehát ilyenkor a tiszta tudat megtartása például akkor lesz a tiéd, bekerülsz egy olyan helyzetbe, ahol korábban szétestél, kibillentél, meg tudták nyomni a gombjaidat, ki tudtak hozni a sodrodból, fölment az agyvized, nem láttál a pipától. Ugye ezek nagyon eklatáns képzetek. Aztán kiderül, hogy te tudod ezt másképp is csinálni. Olyan jelenléted van, olyan tiszta tudatod, nem estél bele szélsőségekben, megmaradtál a tisztánlátás állapotában, nem formáltál véleményt a veled szemben ülőről, és akkor úgy láttad, ahogy van. Nem szűkült le a tudat. Nem feszült le a tudatosságod a helyzetre, mint celofán a bontott csirkére, és ezért találták kiutat. Honnan látjuk, hogy ez nincs meg, hogy nincs kiút? Azt mondjuk, nem tehettem másképp. Édes szívem, te mindig tehetsz másképp, ha meglátod, hogy merre van az előre, hogy merre kell menni. És a válsághelyzetben, a veszekedésben, a válságban, a halálban, a betegségben tanúsított magatartáson tényleges konfliktus van. Ott dől el, hogy neked milyen tudatminőséged van ilyen kis ö, békés hétvégéken, amikor így összeülünk, meg zenéket hallgatunk, meg képeket nézegettünk, meg tanulunk valamit, mindenki olyan szerepet játszik, amilyet akar. Akkor ténylegesen helyzetbe kerül, akkor derül, ki, hogy az a meditáció az mit ért. Hogy a tudatban valójában milyen változást hozott létre. Ekkor dől el. És ekkor a formális meditációból informális lesz, és megtartod azt a minőséget. Honnan tudod, hogy erre sem raktál egókérget? Nem mondod azt, hogy nekem már így is megy, nekem már nem kell a formális praxis. Vissza tudsz menni a darma terembe, és megint tudsz gyakorolni, ez az alázat. Ezt az alázatot sem lehet tanítani. Ezt is tapasztalni lehet csak. Tehát nem címkézen, hogy én a gyereknek ki kell mondani, apa, tudok biciklizni, én, fantasztikus. Valójában csak biciklizel nincs, azt mindig nem mondod azt, hogy én, én, én. Tehát az életet is lehet ebben a just do it, a csak tedd, csak éld üzemmódba tenni, ahol a látás és a haladás megvan. Ehhez szeretném a duális tudatnak a három alapminőségét felvázolni, egy kicsikét leszögezzük ezt a használati utasítás szintjén, jó? Jó. Van az önkép, amivel mindannyian rendelkezünk, hogy Például tudok zenélni, vagy nem tudok zenélni. Én ebben jó vagyok, abban rossz vagyok. Ezeket szeretem, azokat nem szeretem. Ez egy duális tapasztalatra épülő önkép, szanszkritul ez az aham. Az ezt legyártó tudatforma az aham kára. A kára szó szerint teremtő vagy művelő. És amikor az önképet gyártom, az olyan gyors, hogy nem is tudom, hogy milyen anélkül élni amikor elegem van az önképem zártságából, mert megtapasztaltam a saját egoitásom határait, akkor elkezdem ezeket a határokat lebontani. Ezek nélkül a korlátok nélkül eljutok egy tapasztalásig, egy transzcendens tapasztalásig, ez a szamádi. És amikor a gyána visszakerülés, szamádi, egész a lélekben nyomot hagy, akkor az ahamnak egy részét a nem dualitás tapasztalásával megváltoztatja. Ez a buddhi. Tehát a megvilágosodás, vagy nem kettősség tapasztalatát hordozó én rész, az önvaló nagykövete, a kicsi buddha benned. És hogyha ez megvan, akkor a végrehajtó, a manasz, amelyik csak a kompjúter. Enter, megcsinálja. Escape nem csinálja meg akkor a manasz az önkép nélkül tud működni. Tehát nem kevered bele az énedet, de te, mint személyiség benne vagy. Nem válsz újra cseppé, hanem az óceán tapasztalod. Tehát amíg nincs transzcendens tapasztalás, addig az aham, az önkép irányítja minden cselekedetünket. A manaszt ez kontrollálja. Honnan tudod? Az önközpontú értékrendből. Nincs, nincs, nincs magasabb. Az értékrendem... Csak önközpontú. Legyen az egyéni, páros, családi vagy társadalmi, csoportos önkép. Tehát minél tisztább egy tudat ezen a négy síkon, annál kevésbé önközpontú, annál kevésbé önző, mert egy olyan realitásnak a birtokában van, hogy nem csak én létezem, mint csepp, hanem az óceánból vagyok. És az az egész, és én vagyok a rész nem próbálom meg a rész mi voltomat egésznek eladni. Mert ez a legnagyobb probléma. A manasz az pedig a, a computer. Az, aminek van egere, meg képernyője, meg billentyűzete, meg merevlemez, és végzi a dolgát. Ez a végrehajtó. A buddhi a hitrendszer. És nagyon sok ember a hitrendszerét az értelmi képességeivel azonosítja, főleg, hogyha materialista. De hogyha nagyon-nagyon tételes vallásos, akkor is. Honnan látod ezt? A dogmatikájából. Tehát nincs transzcendens, nonverbális, nonduális tapasztalás, tehát a buddhi nem aktív, a buddhi alszik. De az ahamban benne van a hitnek a lenyomata, vagy éppen illuzórikus képe. Nincs valós tapasztalás, csak olvasott róla, de nem tapasztalta és akkor az értékrend torzul. Az énségének a vágyait és haragjait Isten akaratával magyarázza. Ugye láttunk már ilyet. És ezáltal tönkreteszi a világát. tönkreteszi az életét, és mások életét is, és mindez Isten akarata, vagy mindez a megvilágosodásnak a manifestációja. Mert valós buthi nincs. Valós tapasztalás nincs. Nem haladta meg önmagát. Ha meghaladta volna, akkor a nem kettősség tapasztalata kiszedte volna az ahamot a budh és a manasz közül. És ekkor van egy olyan jelenlét, amiben a személy ott van, de az ego az nincs. És ezt amennyire nehéz megérteni nyugaton, annyira lehetséges megcsinálni. Oké? Okay? Itt a mélye a válasznak. Szívesen. Nagyon szívesen. Hát lehet, hogy a következő kérdés ez egy kicsit ilyen externalizált kérdéskör lesz. De... Én ezt nem minősíteném előre. Mondjad, aztán majd meglátjuk. De roppan mód érdekel a, a, csoportkarmánk, a magyarság karmával kapcsolatban, hogy miért nem annyira összetartó a magyar nép? Akik nem ismerik önmagukat, azok a másikat se ismerik jól. Tehát önismeret, önmeghaladás, ez a változásnak a motorja amíg nem ismerjük jól magunkat, és nem látjuk azt, hogy miért vagyunk itt, miért születünk egymáshoz, addig mindenféle külső ideológia, politika, vallás, társadalomtudomány csak a felszínt fogja kapargatni, de a lélek mélyére nem megy le. Magunkban kell az egészet keresnünk. Tehát ahhoz, hogy a csoportkarmádat jól lásd, magadat kell jól látni. Tehát nekem 7 év távol lét kellett ahhoz, hogy részben meglássam azt, hogy miért születtem magyarnak mi a közös karmám az egész magyar nemzettel, mi volt a feladatom azzal, hogy kimentem külföldre, és mi azzal a feladatom, hogy visszajöttem az országba, és itt is maradok. Az alapkérdés az, hogy miért születtél ide. Mi az a karma, ami téged személyesen idehozott a családba és az országba. Itt kell kezdeni. Minden más válasz externalizált. És ha ebben már haladtál valameddig, meghallgatlak megint. Hölgyeim és Uraim, enélkül, a felfedezés nélkül csak külső magyarázatokat, ideológiákat, panaceákat és ilyen gyors tapaszokat tudunk uh, alkalmazni, amelyek hatástalanok. A másik kérdést is föltenném, hogy miért tud nemzetünkön elképesztően hinni valamiben? Tehát itt minden vallásnak van valami lerakata olyan elképesztően hit éhesek vagyunk, amilyen szeretet éhesek vagyunk, nézd meg. És hogyha a véleményeinket nem gyakorolnánk ilyen abszolút igényel, akár még el is jutnánk a másik emberhez, és nem bonyolítanánk szét az életünket, és normálisan tudnánk szeretetet adni és kapni. Amíg a gondolkodásnak abszolút hitelt adunk, és nem lépünk egyel hátrébb, amíg az érzelmeinket ítéletalkotásban éljük meg, addig ez nem fog változni. Tehát ahhoz, hogy a tudatszintünk megváltozzon, magunkon kell változtatni. Ezért kell annak a mélyére menni, hogy személyesen te miért születtél ide, a családodhoz, az országba, miért így választasz párt, miért azok a nők jelennek meg az életedben, akik. Ezek nagyon fontos kérdések, és ez után tudsz ténylegesen rálátni arra, hogy mint társadalom miért vagyunk ilyen. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ö, itt vagyunk most szerintem sokan, akik nem vagyunk aktív zengyakorlók. Hétközen, hogy hét... lehet ez? Há' <laughs> hogy van ez? Ennyi nem aktív zengyakorló? Nem is értem. Na folytasd. Hogy mit ajánlasz, hogyan kezdjünk el biciklizni, tanulni? Döntsd el magadban, hogy aktív zengyakorló leszel és én ezt helyetted, helyettetek nem dönthetem el, de hogyha egyszer valaki eldönti, hogy a cselekvés mezeire lép, akkor végre-végre az édességboltból elgyalogol a csoki gyárig. Na most az édességboltban különböző töltöttségű csokoládék vannak. Van narancsos, van mandulás, van tejcsoki, van étcsoki, van olyan, hogy ilyen kis gyömbérdarabokat beburkolunk csokiba, és ilyen kis golyócskák lesznek belőle. De mindez nem ér föl egyetlen pillanattal sem a csokigyárban. A csokigyár nem édes. Nem keserű. Ott géphang van, izzadság van, termelés van. Amikor te aktív zengyakorló szeretnél lenni, akkor az energiádat befelé fordítod, ezzel a figyelmedet is befelé fordítod, és elkezdesz meditálni, és akkor magadban keresed a megoldást. Magadban találod meg a Teremtőt és a Teremtettet, a Látót és a Cselekvőt. Ehhez a nem tudomhoz, vagy a nem tudhatóhoz kell visszatérni, mert ez a pont, a nem dualitás, illetve a nem gondolkodás pontja. Az egyévvállás, a tiszta jelenlét pontja. Ahol a gyána és a szamádi egyetlen pillanatban megvalósul. De, ha nem válunk aktív gyakorlókká, nem tudjuk megtartani. Tehát egy másodpercnyi demonstráció, igen, ez egy externalizált dolog. Mert van egy bot, amelyik megcsinált és hallottad hogyan válsz autonómmá? Hogyan válsz olyan, hogy a tudatod botütés nélkül meg tud maradni a nem kettősség állapotában? Hogy nem kell hozzá a hanghatás. Az aktív zen gyakorló ezt előbb-utóbb, hogy megtanul biciklizni a gyerek, kiviheti az utcára, de miután eleget gyakorolt három helyen. Otthon a komfortzónán belül, helyben a kis csoporttal, mondjuk hetente, és utána a nagy csoportban havonta, két havonta, a templomban. ez a három, mint a statív három lába, ez kell ahhoz, hogy tartós növekedési pályán legyen az aktív zengyakorló. A döntés az, hogy csinálom, és kész. És ha be tudjuk vinni a testünket a fürdőszobába, és zuhanyozni tudunk, akkor a lelkünket a tudatosság szobájába miért ne tudnánk bevinni, és egy kicsikét lecsutakolni magunkat a téves nézetek, a harag, a felesleges vágyak és a kabzsiság foltjaitól. Miért ne tudnánk ezt megcsinálni? megvan a módszer, a módszer egy elvonuláson, egy rövid elvonuláson elsajátítható, és utána azt haza lehet vinni, és lehet egyénileg, családilag, csoportosan gyakorolni. Egyedül egy belső döntés kérdéssel. A zen nem meggyőz, nem térít, hanem tanít. Nem megyünk oda hozzád az utcán. Nem nyomunk a kezedbe könyvet neked kellett idejönni, és neked kell kérdést föltenni ahhoz, hogy ez eljusson hozzád, vagy behangolod magadat a képernyőn az adott csatornára, azt enter. Tehát a te döntésed az elejétől fogva. Miért? Nem tudunk úgy autonóm szellemiséget és szabadságot tanítani, hogy a döntésedet elvesszük. Abban a pillanatban hiteltelen. Értjük? Tehát ha te nem hozod meg a döntést, és nem jelentkezel, és nem csinálod, senki nem szól egy szót sem. Ha belül valami dörömből, az már szerencsésen a te lelked. De akinek van igénye rá, előbb-utóbb megcsinálja, belekóstol, elkezdi, és hát ez nem jó, unalmas, fáj jó, lepattant róla. Vagy valaki azt mondja, hm, ugyan fáj de sokkal jobban megyek haza, a testem egy kicsit kimerültebb, de a lelkem az felfrissült. Sokkal tisztában látom azt, hogy kék az ég, is lobognak a falombjai. Ha észreveszed a tudat minőségi változását, akár egy egynapos után, akkor az meggyőz arra, hogy ez működik, és végig te hoztad a döntést, csak igénybe vetted a tanítást, megtanultad a technikát. Tehát itt mindenkinek az a kérdés, hogy mikor volt elég a szenvedésből és szenvedtetésből, és milyen utat választasz ahhoz, hogy ezt meghalad. És rengeteg út van, az az csak az egyik, és tényleg nem a legkönnyebb. Tehát aki könnyűt szeretne, az, az, ne. Az, ne az, az, az csináljon valami nagyon emberbarátat, ilyen kis simizőset, ilyen kis, hogy minden rendben van. Nyuny, nyuny, nyuny. Ez nem. Érted? Itt kérdés van, rendszer van, működés van. Van olyan, hogy egy zen tábor, ahol tényleg nem sok időt töltünk meditációval, csak mondjuk napi háromszor vagy négyszer negyven percet, és van közben beszélgetés meditációk között és van egy kis munka is, hogy a kertel meg a természettel is kapcsolatba kerülj, meg kölcsönhatás van, és ilyen darma beszéd. Tehát én annyira cukorgombócra formáltuk, hogy nagyon. És még így is vannak, akik könnyes szemmel a, 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 a körbeszélgetésre azt mondják, hogy ők nem gondolták volna, hogy ennyi minden tapasztalnak bel, hogy így feljön a cucc, és a tudattalan megnyílik, meg egyebek. Pedig ez még nagyon lájtos, tehát ez még, ez még tényleg gyűszűvel kóstoltad a vörös bort, és még nem ugrottál fejes sehova. Oké, okay. azért csináljuk ezt, hogy ne ijedj meg. Hogy lásd, hogy ez hogy működik, és a te döntésed, hogy mekkora adagokban fogyasztod. Milyen intenzíven csinálod. Amennyi energiát teszel bele, pont annyi hozadéka van. Keményen gyakorolsz, erős tisztulás. Nem gyakorolsz, semmilyen tisztulás. Akkor tüneti kezelés van. Nyitva a kapu, de neked kell átmenned rajta, ha akarsz. De ha nem akarsz, akkor légy szíves, ne. Ne, ne akarjál szívességet tenni, megfelelni, jó embernek lenni azáltal, hogy nem. Ez mindig visszaüt. Jó? Szeretettel várunk. Egyéb kérdés? Ha nincs kérdés másnak most, akkor én megkérnélek, hogy a, legyél szíves beszélni a praxisról. A praxis tehát semmi más, mint elérni a nem mozduló test, nem mozduló elme, nem mozduló tudat állapotát. Ezzel szedem ki az énséget, vagy a hamis önképet a működésből. Ez olyan, mint a széfnek a három gombja, mindegyiket elcsavarom a nulla állásba, és kinyílik az ajtó. Ha kinyílt az ajtó, a széfben nem talál semmit, hanem a széf falai tűnnek el. Ehhez kell háromféle gyakorlat, amelyek a fizikai síkon érvényesül, tehát mondjuk a leborulás gyakorlata. A leborulás a buddha természeted, a buddhi önmagad az aham fölé emelése. Egyben tiszteletadás a budhák és a pátriárkák előtt, de valójában ez egy belső munka. Externalizált, mert formalizáljuk, hogy mindenki számára követhető és világos legyen. Tehát van rendszer. De a rendszernek a magva, az nem rendszerezhető. Tehát a leborulás az az igazi önvalónkhoz való visszatérés azáltal, hogy a buddhit, mint a tudat, vagy a buddhát, mint forma, önmagunk fölé emeljük. Ez egy szép mozgásforma. A következő a mantra praxis, ez főleg a beszéddel, az énekkel dolgozik. Nagyon érdekes, hogy minden vallás énekel. Van, amelyik -e alkot képet, sőt, nagyon sok képet, több Tonnányi a múzeumokban, katedrálisokban, egyéb helyeken, van, amelyik tiltja a képalkotást. Tehát nem lehet képet alkotni. Oké? Okay? És nagyon sok vallás van, ahol szobrokat lehet faragni, meg önteni, van, amelyik tiltja a szobor vagy a külön alak megformálását. De mindegyik vallás recitál vagy énekel. Miért van ez? Azért, mert a dallam kikapcsolja azt a fajta duális gondolkodást, amit egy beszéd közben te fenntarthatsz. Egy beszéd közben gondolkodhatsz arról, hogy te mit hallasz. Egy recitáció közben a dallam ezt elmossa, kioltja. És így a jelentése a mantrának jobban bemegy, mélyebbre megy. Ez az, amikor a fénynek a részecske természete, az üzenet, és a hullám természete, az energetikája egyszerre érvényesül. Ha csak zenét hallgatsz szöveg nélkül, az a hullám természet. Ha csak beszédet hallgatsz dallam nélkül, az a részecske természet. Amikor re mantrát recitálsz, vagy szútrát recitálsz, énekelsz, és annak van jelentést tartalma szövegen keresztül, akkor ez egyszerre érvényesül. Ezért közösségformáló is, mert egymáshoz hangolódunk, nem tudunk meg különleges dolgokat egymásról, talán jobb is, de a jelenlétben egymáshoz hangolódunk, és jobban látjuk, jobban érezzük egymást. Végül a harmadik, ami csak a tudati szintű gyakorlat, ez már belül történik. Ugye az első, mint leborulás a fizikai síkon történt főleg, utána az energetikai síkon a mantra, per éneklés, és a tudati vagy informatív rész az belül van. És itt egy olyasféle praxist, például a nagy kérdés, az előbb mondtam, az alanyi mi ez kérdés feltétele, ez egy lehetséges dolog. Vagy pedig a tér és a hangok figyelése, ez is egy lehetséges dolog, vagy egy mantra belső hangoztatása. Na most ez azért kell, hogy a tudatosság a létezésed mind három síkját, a fizikait, az energetikait és a tudatit áthassa, hogy éber légy. Mi köti össze ezt a hármat? A lélegzet. Tehát a lélegzetet figyeled mind a három esetben. Leborulás közben is, mantrázás közben is, és a tudati praxis közben is. A legerősebb horgony a mantra. Olyan, mint két horgony, mert van kezdete meg vége. Aki vitorlázik, tudja, hogy vihar esetén az öbölben, ornál és tatnál egy-egy horgony. Nem elég, egy-kettő kell. Hát amikor nagyon nagy vihar van belül, akkor a mantrával ki tudod venni az energiát a sok-sok duális, kaotikus képzetből, és nem őrülsz meg, cselekvőképes maradsz. Nem őrítesz meg másokat, nem vetíted rájuk a tartalmaidat. Amikor már kicsit nyugalmasabb a helyzet, akkor a kérdés, a nagy kérdés maga az a szimpla horgony. Mi ez? Minden lélegzetvételnél, és visszajössz megint a pillanatba. Ami megjelenik, engeded eltűnni. Visszajössz a pillanatba. És amikor már ez is nagyon-nagyon megy, akkor ezt is el tudod engedni, és a mantra visszaolvad a csendbe, a kérdés visszaolvad a térbe. Nincs szóbeliség. Csak a tér és a hangok figyelése. Ez már nagyon-nagyon finom. Hogyha a karmád megjelenik, leválasztódsz a térről, és a gondolataid a hangok és a hallás közé áll, akkor a narratívád átveszi a szerepet. Csak a saját sztoridat hallod. És amikor ez megszűnik, megint a térszerű tudat megjelenik, a tükörszerű tudat ismét letisztul. És ezt ülve, állva, járva, fekve. Alvásban, ébrenlétben, beszédben és csendben. Testen belül, testen kívül, leszületve és meghalva. Így. Izgi. Hogy mondtad? Izgi. Izgi? Igen. Az. Legalább legyen valami pozitív izgalom. Amiből nem lesz szenvedélybetegség, kérem szépen. Ez jó, Úgy? Jól hangzik, amit elmondták, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hát ez ilyen tömören én... még nem sikerült. Meg szeretném kérdezni, hogy a, a szentek, ugye más egyház által szenté avatott emberek, vagy spirituális mesterek, akár hogy tudnak segíteni nekünk a célunk elérésében? Nem tudom. Nem tudom, mert nem vagyok szent, és nem vagyok ilyen felkent mester felhatalmazásom van, de, de nem tudom, hogy ezek a nagyon nagy emberek, akik úgy távolabb vannak tőled, és nem látják a viking szakálladat, nem tudnak a szemedbe nézni, és nem horizontálisan fogadják a kérdéseidet, hanem így vertikálisan az imádatot, nem tudom, hogy ők hogy tudnak segíteni. Én úgy tudok segíteni neked, hogy nem vagyok szent. Hogy nem vagyok ilyen ultramagas mester, hanem tükörbe nézve láttatom a karmádat. Amennyire sikerül. Tehát segítek neked tükörré válni, hogy lásd a karmádat. Ez nekem is egy viszonylag jól működő tükörrel kell rendelkeznem. És hogyha ez segít neked, akkor elértük a célt. Az, aki téged jobban ismer és jobban lát, mint te saját magadat, az a tanítód. Teljesen mindegy, hogy milyen ruhája van, milyen kultúrából jött, és mit hirdet magáról. De aki nem lát jobban téged, aki nem tud útbaigazítást adni, az csak úgynevezett forma szintű tanító, és a tanítása elmegy a fejed fölött. Ilyenek is vannak. Valójában mit szeretnél. Hát van egy kérdésem. Egy elég wow. kemény. De tőled nem is várok mást, mondjad. Te megvilágosodottnak tartod magad? Mit szeretnél, legyek? Hogy hát, jobb neked? Hát egy, egy, talán egy őszinte válasz, hogy te ezt most hogy érsz, milyen szinten érsz, hiszen eh, egyszer hallottam egy beszédedet, és nagyon megfogott, meséltél egy pásztorról, akiről azt hitted, hogy... Vagy azt mondtad, hogy uh -huh. egy megvilágosodott ember. És én is találkoztam ilyennel. Úgy érzem, hogy egy elérhetővé váló szinté vált számomra az, hogy, hogy akár emberileg sokan elérhetjük. Nem tudom, hogy, hogy erre most mekkora a trend, mert zajos a világ. Azt látom. De hogy hogy szükség van az olyan emberekre, akik valóban példát tudnak mutatni, és, és azt, azt képviselik, ami, ami számunkra mindenki. Szeretnéd elérni a megvilágosodást? Persze. Hát akkor hajrá, cselekvésre kell váltani, és valamit gyakorolni, ami a nem kettősség a letisztult tudathoz elvezet. Ez lehet zen, lehet más az úton aztán látod, hogy többféle hiba van. Az egyik hiba, hogyha nem látod magad. A másik hiba, hogyha véleményt alkotsz magadról. A harmadik hiba, hogyha elhiszed a világ véleményét magadról. Tehát a visszacsatolásra szükség van, a látásra belül szükség van, de az, hogy most itt véleményezzük, hogy ki van megvilágosodás, és ki nincs, hát szungszánszonyém olyan harmincast adna, hogy az valami hihetetlen. Azt mondja, megvilágosodott és meg nem világosodott üres szavak. Lincsi mester, kóreaül Im Jésunim, klasszikus Tang dinasztia, 1300 évvel korábban, mint most, azt mondta, a megvilágosodás, mint szó kiejtése pont olyan, mint hogy egy vödör szart öntenél a fejedre. Vigyázzunk. Most mit látsz? Most mit hallasz? Most mit gondolsz, most mit érzel, most mit cselekszel. Ez a tudatosság kell. Ha ezt elnevezed bárminek, vége, megölted. Ne tedd ezt. Csak gyakorolj. Oké? Okay? Szeretném megkérdezni, hogyha a spirituális utadat járod, mondjuk én, és a családodban emiatt egy kicsit ilyen csodabogárnak tartanak, akkor <laughs> ezt hogyan lehet kezelni, hogy ne nyomódjanak be állandóan azok a gombok, és mindig ott tudja. Alappraxisként azt javaslom, hogy nézd meg, hogy spirituális praxis nélkül is csodabogárnak tartanak-e téged a családban, vagy sem. Úgy Mert egyik. ha mégis, akkor könnyen lehet, hogy ez nem praxis függő, hanem te függő. Tehát tőled függ az, hogy csodabogár vagy, vagy sem. De ha az első az pipa, és tényleg azért változott meg a rólad alkotott kép, mert te gyakorolsz, akkor a legelső, hogy ezt az energiát és tiszta tudatot visszaszármaztatod a családnak, vagy a kapcsolatnak. A megkülönböztetett intim kapcsolatban visszatáplálod ezt az energiát, és bár az éntelenséget gyakoroljuk, neked az a feladatod, hogy azt mond a családnak, hogy szeretteim, nekem egy kis én időre szükségem van. Szokta és pont az éntelenséget gyakorlott közben. Mm. És Jó. ezek után te jobb feleség, jobb anya, jobb lélek leszel, mert önzetlenebb, stabilabban, dualitásoktól, szélsőségetől mentesebben tudsz élni, jobban tudsz segítséget adni és kapni, nem veszed fel a hagyományos szerepeket, nem válsz elkövetővé és vagy áldozattá, tehát minőségi változás van, de neked csak annyi, hogy naponta egy órát hagyjanak békén. Okay. És akkor nem kell magyarázni, hogy te mit csinálsz. Nem kell elfogadtatni, nem kell értelmezni, nem kell magyarázni. Mindenkit kezeljünk a helyén. Ha kérdeznek, válaszolsz. Na, de ha nem, tán? de ha nem, akkor neked csak egy kis én időre van szükséged. Elmész, Lepuc lepucolod itt magadat homloklebenytől kezdve a legalsó csak ráig, és utána boldogan folytatod a mindennapi életedet. Egyszerű. De ha elkezdünk magyarázkodni, győzködni, értsétek meg, fogadjátok el, stb. stb., nem. Nem fog menni. Nem fog menni. Okay. Úgyhogy egyszerűen, tisztán, és akkor megnyugszanak. Hát gondolod, hogy az én családom az első három évben ez nem által tágast az összes orvosi diplomájukkal együtt? Hát fogalmuk sem volt, hogy mit csinálok. Okay. Aztán megszokták, és egyik, az anyám meg is szerette, az apám elfogadta, de nem tudta megszeretni. Nyugodjanak békében. Uh -huh. Jó. Jó, köszönöm. Egyéb kérdés? Hogy tudunk másokat úgy támogatni, hogy közben a saját energiánkat ne veszítsük el? Sehogy. A saját energiavesztesség nélkül nem megy. Van egy jó hírem, meg egy rossz. Az egyik, hogy neked rengeteg van ebből. A rossz hír, hogy néha úgy is akarod adni, hogy a másik azt mondja, hogy köszönöm. Mert azt gondolod, hogy mégis kéne. Tehát itt van egy alapdolog, hogyha ő nem akarja elfogadni a segítségedet, mert azt mondja, nem kell, menj innen, akkor te egy lépést hátralépve ítéletmentesen meghajolsz, és mész tovább, de halló távolságon belül maradsz. Általában az ilyen után adódít, jaj, de mégis, létszi! Hogyha mondjuk barátról van szó, ez könnyebb. De ha a családtagról van szó, akkor sokkal nehezebb. Tehát amikor azt látod, hogy a családtagnak segítségre van szüksége, mert mondjuk folyamatosan a falba veri a fejét különböző önpusztító módszerekkel, vagy önsorsontó módszerekkel, akkor semmi más nem tehetsz, mint ott állsz a tálcával, ami rajta van a gyógyszer, a kötés, a megoldás, de ő vegye le róla. Nem lehet a szájába gyömösszölni. Oké? Okay? Ennyit az energiáról, meg a segítségről. Köszönöm. Szívesen. De a segítségre van szükségünk, ugye hívhatunk. Egyéb kérdés? Én a tantien fókuszú meditációról szeretnélek kérdezni. Ezzel kapcsolatban nem találtam pontos Használható ö, gyakorlati útmutatót. És De mi az a tantien, mondd el nekem? Hát, ami a köldökünk ö, alatt két únyival található Aha. egy energia. És, és ez ö, a szó mit jelent, hogy tantien? Hát én örülnék, hogyha te ö, mondanál róla. Hát olyan, olyan szavakat használtál, aminek nem ismered a jelentését? Ö, lehetséges. De ö, szemnél, Mint én. Te. Hát én is használok egy rakás idegen szót, és nem értitek. Nem baj. A tant ilyen szó szerint energiakertet jelent. És azért érdekes ez a köldök csakra, mert ez az a hely, ahol az energiád és a tudatod per információ differenciálatlan, azaz nem kettős állapotban van. Nem keletkezett és megszűnő állapotban van. Tehát a taoista bölcsesség így kombinálva a buddhizmussal adta a zennek az energetikai alapját. Tehát az indiaiban legalább hét csakrát használnak, különböző rendszerek, különböző interpretációk. A taoizmusban hármat kész. Az alsó égető a tantien, a középső égető a hasnyálmirigy, szolárplexus, és a felső égető pedig a szív és kész. Tudnak a többiről is, de ezek mind följebb lévő differenciálódások. A tantien az, ahol még nem differenciálódott. Ha lejjebb megy az energia, ott nemzetszaporítás lesz, fizikai differenciálás, nézd meg a csakraink működését kicsit lejjebb, elég nyilvánvaló. Följebb pedig mentális differenciálódás van. Na most a taoisták azt mondták, hogy az a jó, hogyha a tűz a kondér alatt van. Tehát ez a kondér, ez a hasüreg. A láng, ami alatta van, az a tantien. És a gőz, ami felszáll belőle, vagy az illat, az a sok-sok érzet, ami a szívben van. A leborulás nem csinál mást, mint ezt az energiát visszavezeti ide a kondér alá. Mert hogyha ezt rendesen teszed, figyeled a testmozgást, a lélegzetet, és belül nem hozol létre, nem konstruálsz semmit, akkor az energiád, kínajul csí, elkezd a test előlapján lefelé menni, és a tantienben központozód, mert ott van otthon. Oké? Tehát a keltészta, az a pékség vajlingjában van otthon. Ide visszajön. És hogyha ezt nem tennénk meg, akkor a karmánk förrántja az energiát, hogyha érzelmi, beszédbeli és gondolati impulzusaink vannak, és lefelé húzza, hogyha fizikai késztetés van mondjuk vágyalapú nemzetszaporításra. És hogyha a tantien nem elég erős, akkor a karmád ural téged, és ezek a kényszerű, szokás alapú differenciálódások, kettősségek bekövetkeznek, ha pedig nem, akkor még azelőtt fogtad meg, hogy megjelenne ezért nem egyenlő a tantien praxis per zen meditáció az elfolytással. Nagyon sokan kérdezik, hogy szúnyom, akkor nekem el kell folytanom a karmámat? Nem. Ami megjelenik, azt látod és engeded menni. Viszont a tantien fókuszban nem jelenik meg. Egyre kevésbé jelenik meg. A praxis viszont, legyen az mantra vagy kérdés, lemegy a tudattalanodba, és elkezd szépen sütni, főzni és takarítani az arhetipusait között, és így rendet teszel. Rendet teszel anélkül, hogy a rendetlenséget tapasztalnád. Persze az a küszöbb fölé is jönnek ám dolgok rendesen, de a zen nem regressziós terápia, és nem progressziós yeah. dolog. Hát nem mész előre a jövőbe, és nem mész vissza a múltba. Fordítva, a tantien gyakorlás... A differenciálatlan energia, a tiszta tudatgyakorlás, gyakorlása az ennek a tiszta pillanatnak a gyakorlása is, ezért a New Age állonna az itt és most, itt és most, mint egy ilyen kis inga, itt és most, de nem tudja, miről beszél, mélységében nem tudja, csak az itt és most, kész. Tehát ez egy ilyen nagyon címkeszedő részigasság, és mögötte van az, amit az előbb elmondtam vagy amit a bevezetőben hallottál, hogy a dualitásokra szakadt tudat, a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a felébredést. Miért? Mert energetikailag szét van esve. És a tantén fókusszal pedig ezt az energiát egyben tarthatod, mert azt az énséget kiveszed belőle, amely ezt a dualitást állandóan táplálja. Úgyhogy visszatérni a kettősségek elé, visszatérni a tiszta, tükörszerű, térszerű tudathoz, az a tantiem praxissal lehetséges, ezért tartjuk itt a mahamudrát, ez a kozmikus mudra. És nem itt, és nem itt, és nem itt, hanem itt, a köldök előtt. És csak hogy egy kicsikét ilyen izgalmas képalkotással vegyítsem a mai tanítást, Japánban, ahol azért már alsó hangon 1300 éve van zen annyira összefonódott a szamurály kultúrával ez a nézet, hogy a legfontosabb pont a tantien, hogy amikor egy szamuráj szeppukut követett el, akkor ide szúrta a kis katonát. És az a szomorú, hogy itt semmiféle létfontosságú szerv nincs, csak a beleid. És éppen ezért föl is kellett húzni azt a kést, és egy kicsit bar, hogy találjon már el valamit, amitől meghal. Ez a harakiri, a szeppuku, de a helyes megnevezés az ez az előző. Néha még így sem ment, és egy zuhant szegényke előre egy segéd levágta a fejét. Akkor már tényleg vége. Tehát a tantien annyira stabil, annyira nincs mögötte szerv, hogy az itt lévő energetika semmiféle szervet nem tud kiégetni. Ha följön a csí, korályos szangi, a fölfelé szálló csí, ahogy mondtam, nem látsz a pipától, a szemedet ki tudja égetni, illetve homályosan látsz a feljövő energetikától. Vagy szívinfartus, érzelmi tolulás, vagy sztrók, itt akad meg a fejedben. Tehát amikor azt mondom, hogy leboruló gyakorlat, az nem pusztán mentálhigiéné, hanem alapvető egészségmegőrzés, hogy végre a csí folyjon itt lefelé és az érzelmeid, a beszéded és a gondolat egy ne rántsák állandóan föl, és a csakrák mögött lévő szerveket ne égessék ki. Úgyhogy a tantéen praxis üdít, frissít, tisztít. Csak ajánlani tudom. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszönöm a figyelmet, a mai megjelenést. Remélem, hogy mindannyian meghozzuk azt a döntést, amelyel a tiszta tudat útját járhatjuk, bármilyen forma is legyen ez, ezáltal elérjük igazi önvalunkat, tapasztalatunk egy felébredett állapotot, és ezáltal megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől és szenvedtetéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet!